Siddharthé Gosvami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Pramod Puri Gosvami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj ki jai, Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur ki jai, Sita Ram Lakshman Hanuman ki jai, Cheto Darpanam Arjanam Bhava Mahatavagna Nirvapanam Sheya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jeevanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Svadanam Sarvatma Asnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahuda Nijja Sarva Shakti Statra Arpita Niyamita Asmaranena Kala Etadrashi Tava Kripa Bhagavan Mama Api Durdaiva Midrashamiha Janina Anuraga Trinadapi sunichena tarurapi sahishtuna amanina manadena kirtaniya sadahari nadhanam najanam nasundarim kavitam vajagadishakamaye mama janmani janmanishvari bhavatad bhaktir ahaitukitvai nayanam galadashu ayinanda tanujakinkaram patitam vam vishame bhavam budho kripaya nichitam vapukratva namagrahane bhavishyati nayanam galadashu daraya vadanam gadgadarudaya gira pulakai nichitam vapukratva Vapukkadātava náma grahane bhavishyati, yogaitam nimishena chakshusha pravrishaitam shunyaitam jagatsarvam govinda virahename, ashlishya vāpadaratam pinashtumam adarshanam marmahatam karotuva, yadhātathāvāvidathadulam patomat prānanātastu saivānapara, jaya shi krishna chaitanya, prabhu nitānanda shi advaita gadādā shi vāsādi gaura bhakta vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Hanuman Chalisa ki jai. Jó reggelt kívánok, namaste, haribol mindenkinek, akik jelen vannak, élőben és még élőben, és utólag az utókornak is. Haribol, akik 100 vagy 1000 év múlva, vagy 10000 év múlva látják az ősember barlangban, hogy hogyan is éltek. Majd ez lesz az elképzelésük, hogy hogyan éltek az emberek 2000-es években. És akkor lesz egy ilyen videó, hogy ősemberek nem borotválkoztak, és a hegybe vájt barlangokba laktak. Mi leszünk majd a kutatók? Történészeknek a fejtörés. Miért nem? Nincs rajta az egyes oldal. Megvan. Hanuman Chalisa ki így fohászkodunk a Tulsidász szavaival, mert szeretnénk, hogyha Ráma eljönne hozzánk. Sí, Guru Charana Saroja Raja Nijamana Mukuru Sudhari Varana Uragu Vara Bimala Jasu Jodaya Kupala Chari Buddhi Hina Tanuja Nike Sumiro Pavana Kumara Bala Buddha Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesha Vikara Jai Hanumana Gyana Guna Sagar Jai Kapishu Tihuloku Jagar Rama Duta Tulita Bala Dhamma Anjani Putra Pavansuta Nama Mahavira Vikrama Bajarangi Kumati Nivara Sumati Kezangi Kanjana varana virajasubesha kanana kandala kunchita kesh
Hatha vajra odvaja biraje kande muje jane husajaye Sankara savan Sankara suvana Kishari nandana Teja pratapa mahajagabandan Vidyabana guni ati chatura rama kaja kuri beko atu Prabhu charitra suni beko rasiya rama lakana sita mamasiya Sukshma rupa dari siya ivikava Vikata rupa dari lanka jarava Vima rupa dari asura Sangare Rama Chandra Kikaje Samare Laye Sajivana Lakana Jiaye Shira Gubira Harasi Ulai Ragupati Kinhi Bahuta Badaye Tuma Mama Priya Barathi Samabaye Sahasa Badanaram Tumaro Jasagave Uskahisi Patikanta Lagave Sannakadika Brahmadimunisha Narada Sarada Sahita Hisha Yamma kuvera digapalja hamte kavi kovit kahi sake kaham. Tuma upakara sugrivahi kinna rama milaya raja patadinna. Tuma ro mantra bibishana manna lankeshwar bhaiye subajoga janna. Joga sahastra jojan parabanu liyotahi madura phala janu. Prabhu mudrika mele mukhe mahi jalavi langiya chajnehi. Durgama kaja jagate ke jet sugama anugraha tumare tet rama duare tumara kuvare hotana agya binu paisare suba sukala kai tumari saranna tumara kshaka kahu ko daranna apana teja samaro apai tinake kal tin holoka hanka tin holok hanketa te kampai Bhuta pishacha nikatana hamavai mahavira jaba nama sunavai nashai roga harai sabapira japata nirantar hanumatabi sankata se hanuman chudavai matkram vachana jana jolavai subapara saramata pasviraja tinke kaja sakatu masaja ormanorata jokulavai Se amita jivana phala pavai charam yoga paratap tumara he parasiddha jagat jiyar saddu santa ke tumara kuvare asura nikandana rama dulare ashta siddhi nabnidikte ke data usvardina janki mata rama rasayan tumara pasa sadaraho ragupati ke dasa Tumare bhajana rama kupavai janam janam ke dukha bishavai antakale raguvar pujaye jaham janma hari bhakt kahai or devata chitana darehi hanumata se hi sarve sukarehi sangata katai mitai sabapira jo samirai hanumata babira jai 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 hanuman goshani kripa karahu guru deva kinai jo satabara Patakare koi, chuta hi bandi mahasuke hoi, joya pade hanuman chalisa hoi, asiddhi saki gurish. Tulsidasa sadahari chera ki jaye nad, ki jaye dasa hriday mahadera, pavana tanaya sankata harana mangala murati rupa, ramalakana sita sahita hridaye basahu sura rupa. Tiyavara Machandra ki jai, Gopeshwar Mahadeva ki jai, Gornitaya ki jai, Giriraj Maharaja ki jai, Vraja Mahan ki jai, Radha Gopi Vallabha Giriraj Maharaja ki jai, Bhumi Mata ki jai, Surya Deva ki jai, Chandra Deva ki jai, Sinsamaya ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shukadev Goswami ki jai, Parikshit Maharaj ki jai, Sutra Goswami ki jai, Shaunak Rishi ki jai, Swayambhuva Manu ki jai, Sutarupa ki jai, Kapila Deva ki jai, Devahuti ki jai, Narada Muni ki jai, Pritu Maharaj ki jai, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Köszönöm szépen, hogy beszélhetek újra Srimad Bhagavatam dicsőségéről. Méltatlanul, de nagy örömmel. És
ízt merítve belőle. Mert ha valaminek nincs íze, akkor miért csinálnánk? Mi értelme részt venni egy reggeli tanításon, hogyha abban nincs íz? Akkor az rituációvá válik, és a rituáció teherré válik, és el fogunk menekülni Krisnától. Ezért vagyunk nagyon alázatosak, amikor Krisnával kapcsolatba kerülünk, és tanulmányozzuk a róla szóló írásokat, és folyamatosan fohászkodunk belülről, alázattal, hogy Krisna légy kegyes, és add meg nekünk belőle az ízt, a raszát, az édességet. Puranjana király történeténél tartunk, melyet Narada Muni mesél el Pritu Maharaj leszármazottjainak. És ez egy tanmese, szemben a többi Bhagavatam történettel, melyek történelmi művek. És ugye ember legyen a talpán a történész, hogy néhány lelet megmarad, és az alapján akarják összerakni a történelmet. Ez a tipikusan lentről fölfelé törekvő tudásszerzés. Araho Panta és Baraho. Avaraho Panta. Az egyik, amikor lentről fölfelé, mennek majd a történészek, és akkor a mi barlangunk alapján próbálják megállapítani, hogy 2024-ben hogy éltek az emberek. A másik lehetőség pedig az, hogy egyszerűen elolvassák a Bhagavatamot, és ki fog derülni belőle minden, mindenféle spekuláció nélkül. Mi most az utóbbinál maradunk. Ennek ellenére most nem történelmi eseményt olvasunk. Történelmi olyan szempontból, hogy Narada Muni valóban meséli, de ez egy tanmese. Puranjana király. Egy 9 kapus városban lakik, ami az anyagi test. Erről a korábbi élő közvetítéseken is volt már róla szó. A jelenlegi fejezetnek a címe, hogy megtámadják Puranjana király városát, méghozzá Chandavega megtámadja Puranjana király városát. Ez a 9 kapus város, a tegnapi fejezet, amit élőben akartunk közvetíteni, de sajnos a legfelső berendezése folytán akarom mondani, valami mézédes oknál fogva a legfelsőbb édes akarata folytán nem tudtuk közvetíteni. És akkor olvastuk azt, hogy a király elment vadászni, és cserbehagyta az értelmét, a feleségét. Ugye itt tele van jelképekkel. Lássuk, hogy ki az, aki megtámadja Puranjana királyt. Ki a király? A király az a lélekben lakozó. A szívünkben lakozik két valaki. A paramátma és a lélek. Ugyanis a legfelsőbbnek különféle aspektusai vannak, és nem szabad abba a gyerekcipőbe lennünk, vagy abba a csapdába esnünk, hogy csak azért, mert én azt gondolom, hogy a három megvalósítási forma közül, azaz a Brahman, Paramatma és a Bhagavan közül, én a Bhagavan felé próbálok arra szólni, csetlő-botló módon, a Vaisnavák és guruk kegyéből talán tudok előre, közelebb kerülni, hiszen ráncigálnak, húznak, valami mézes madzagszerű ízt adnak, és az tovább lendít. De azért, mert mi a Bhagavan aspektust szeretnénk ízlelgetni, szolgálni, nem szabad azt gondolnunk, hogy a Brahman aspektus, vagy a Paramatma aspektus az nem jó. Soha nem mondja Krishna azt. Krishna, amikor megkérdezi Arjuna, hogy melyik a jobb, melyik a könnyebb, akkor azt mondja, hogy ez is jó, az is jó. Oké, természetesen a Bhagavan megvalósítása az jobb. Tehát ezt úgy kell valahogy megértenünk, hogy funkcióbeli különbségek vannak, mint például a víz az egyik állapotában, amikor az egyik funkcióját tölti be, jég. Megvan a szerepe. Ugyanúgy H2O. Megvan egy másik funkciója, amikor folyékony víz, és megvan egy harmadik funkciója, amikor gőz. Mindegyik H2O. Nem lehet azt mondani, amikor ha gőzmozdonnyal akarunk közlekedni, akkor hiába jönnek nekünk vízzel meg jéggel. Tehát ott nincs létjogosultsága. Ha csak nem a mozdonyvezetőnek egy kicsit a homlokára tenni. De igen, és a jégnek az a funkciója például. Vagy hogy megóvja a tenger állatait. A természet az intelligens. Nagy jégtáblát
dagaszt, hogy alatta levő élőlények védve legyenek, ele legyenek sziketelve a mínusz 9000 foktól. Vagy akárhány fok is van az Alaszkán, vagy a Szibériában. Tehát mindegyiknek megvan a funkciója. És fölösleges volna azzal, azon szkanderezni, hogy most a jég, vagy a víz, vagy pedig a gőz. Oké, melyik az eredeti? Az egy dolog, de attól, hogy mondjuk a vizet tekintjük eredetinek, attól még ugyanúgy víz, a gőz is és a jég is. Tehát ilyen értelemben a paramátma, aki a szívünkben van, és aki végig mosolyog, és mi nem emlékezünk arra, hogy mit csináltunk fél órával ezelőtt, és akkor azt mondják, hogy hát te mondtad ezt. Én mondtam, atya a világ. Nem emlékszem arra, hogy fél órával ezelőtt mit mondtam. Sőt, most teljesen az ellenkezőjét mondtam. Azt mondtam, hogy tedd ide, most csak azt mondom, hogy tedd oda. És nem emlékszem rá, de Krisna emlékszik, paramátma ott van, és emlékszik a születésétől fogva minden egyes gondolatodra, tettedre, és ő folyamatosan azon van, hogy ezeken dolgozik. Ez feldolgozza, raktározza a megfelelő embereivel, Yamaráj, Csitragupta, írnok, stb. Jegyzetelik, de Krisna nem jegyzetelő, nem az érdekli. Ő azért emlékszik rá, hogy próbálja neked a te belső GPS-edet igazítani oly módon, hogy az íz megjelenjen. Az ízt megérezd. És hogyha Krisna szívvel lakozik, akkor gondold el, hogy miket mosolyog. Tehát ő az a poén, hogy ő mosolyog végig. Akármit is csinál a mi Benji kutyánk, tehát nem tudunk rá mérges lenni. Bármilyen butaságot csinál. Tudjuk, hogy végső soron két dologra van szüksége a Benji kutyának. Simizése, meg kajára. És Krisna ugyanígy van velünk. Tudja, hogy nekünk mi két dolgot szeretnénk. Simizést, Krisna szeres, és még fontosabb az, Benjinek nem csak az fontos, hogy simizzék, hanem fontos az, hogy ő szerethessen valakit. Az még fontosabb, Viktor Frankl teória. Tehát még fontosabb az, hogy én szerethessek, szolgálhassak. Ez egy belső igény. Tehát, hogy két dologra van szükségünk, ez paramátma nagyon jól tudja oda bent, a simizésre és a praszádra. Pontosan olyanak vagyunk, mint a Benji kutya. Úgyhogy Prabhupád, amikor azt mondja, hogy ez a kantimala, ez azt jelenti, hogy nyakörv, mert mi Krisna kutyusai vagyunk. Elkóborolt kutyusai. Akik egy picit elvadultunk, de Krisna ott van végig, és mosolyog, aggódik, hiányzunk neki. És képzeld el, amikor néha már annyira hiányod van, szeretet hiányod van, hogy a szíved elkezd össze-vissza kalimpálni, elkezdesz köhögni, pszichés tüneteid vannak, és elmész a kardiológushoz, és akkor elkezdi stetoszkóppal vizsgálni a szívedet. És akkor Krisna meg ott bent van, és mosolyog. Így látja, hogy jön a stetoszkóp, szembe a stetoszkóp, és Krisna is ott van, és akkor is mosolyog. Hogy miért nem jönnek rá, hogy nem a szívével, nem az anyagi szívével van baj ennek a csávónak, hanem azzal van baja, hogy az anyaggal azonosítja magát. És egyszer csak jön a támadás. Lássuk, hogy miféle támadás jön. Kérhetek zseblámpát? Nárada a nagy bölcs így folytatta. Köszönöm szépen. Kedves királyom! Vagyis a Prachina Barisat királyt szólítja meg, az a spritumarás leszármazottjait. Kedves királyom! Puranjana király felesége számtalan úton összezavarta, és az ujja köré csavarta férjét, majd tökéletesen elégedetté tette, és a szerelem örömeit élvezte vele. Ja, csupa szimbólum. Ugye, erről szól a házasság, és a házasság az egy csodálatos dolog. Házasság arra való, hogy szabályozottan élvezhessük az életet, és az élvezettel vállalni a dharmát, az élvezettel vállalni azt, hogy a gyermekeinket felneveljük. A házasság az nem büntetés, a házasság egy lehetőség arra, hogy szolgáljuk a feleségünket, szolgáljuk a férjünket, és egy lehetőség arra, hogy azokat az áldott gyermekeket felneveljük. Ez mind dharma.
királynő, a királynő megfürdött, és áldást hozó szép ruhákat és ékszereket öltött. Miután evett és jól lakott, visszatért a királyhoz. Felékesített, vonzó arca láttán a király nagy odaadással üdvözölte. Ugye a mesében, ebben a mesében, ne felejtsük el, hogy a feleség az az értelmet jelenti itt. És akkor elmegy vadászni, az azt jelenti, hogy elmegy az anyagba, elmegy élvezni, fagyizni, gesztenyepülézni, helyettesítve bármivel, és közben cserben hagyod, megcsalod a saját tudatodat. Ő megcsalta itt a feleségét. És aztán könyörgött a tudatának, könyörgött a feleségének, hogy kérlek, fogadj vissza. Mert amikor az ember rossz párt tesz a tűzre, akkor kellemetlenül érzi magát, lelkismeret furdalása van, és próbálja a tudatát visszakönyörögni. Ó, tudatom, kérlek, kerüljünk vissza a normális kerékvágásba. Ez történik itt most a háttérben. Puranjani királynő megölelte a királyt, és a király azzal viszonozta, hogy átkarolta a vállait. Így módon tréfálkoztak egymással egy félreeső helyen. Puranjana királyt elbűvölt egy gyönyörű felesége, és elvesztette a józan eszét. Felette, hogy a napok és éjszakák múlása azt jelenti, hogy élete haszontalanul telik, és egyre rövidül. Ugye, itt azt jelenti, hogy visszanyerte a tudatát, és a tudata helyre állt, feljött a mély depresszióból, feljött a lelkismeret furdalásból, az önmarcangolásból, feljött egy normális szintre, de mit csinálnak? Ahelyett, hogy tennének lépéseket Krisnához, ahelyett itt el vannak, mint a befőtt. Átkorolgatják egymást, élvezik az életet, milyen szépen csicseregnek a madarak, mind szép és jó. De mit érez Krisna nélkül? Mit ér a madárfügy, ha nem Krisnát juttatja eszembe? Mondja a Bhagavata, amit a korábbi énekekben, mit ér a szem, ha nem Krisnát látja? Az nem több az a szem, a pávatollon látható szemnél. Úgyhogy ezt kell megértenünk. Ugye a hasonlatban, tehát ez nem házasság ellenesség, nem feleség ellenesség, hanem a felszínesség ellenesség. Amikor az emberi születést eltékozoljuk. És megfeledkezik róla, amikor az ember el van így, mint a befőtt, akkor megfeledkezik arról, hogy az éjszakák és a napok azok bizony pörögnek. És gyanútlanul sétálgatsz. Itt van nekünk egy kutunk, tele sajnos szeméttel, az még feladat, hogy azt egyszer kitisztítsuk, de az szakfeladat és életveszélyes feladat. És egy gyanútlanul sétálgat az ember a réten, egy ilyen elhagyatott tanyán, és benövi a fű, a kutat, és az ember beleszakad, vagy beleesik ebbe a kútba, és ahogy esik bele, még közben ugye ösztönösen kapálódzol, megfogsz két fűcsomót, és azt mondod, hogy wow, megmenekültem, biztos helye, biztos pozícióban vagyok, nem haltam meg, mégiscsak meg vagyok. És, de viszont lenézel, és azt látod, hogy lenne egy óriási krokodil, vagy sárkány, valami kúti szörnyetek, így várja, morog, és várja, hogy lepottyanj. És azt mondod, uff, hát mégsem olyan biztos a helyzet, kapaszkodok erősen a fűbe, csak meghalod a rágást. Tipikusan, amikor az egér beszökik, azt egész éjszaka rág, és nem tudunk tőle aludni, ezt a rágás, rágó hangot meghallod, és felnézel, és azt nézed, hogy egy szürke patkány rágja az egyik fűcsomót. Ajajajaj, itt is baj van, ott is baj, nem baj, de van még egy fűcsomó. De onnan is jön a rángás, ott meg egy fehér patkány rágja. És ebben a pillanatban csak hallja fönt, hogy valaki lépdel. Meg fogok menekülni. Ez hihetetlen, hogy az mégiscsak meg fogok menekülni. És jön, és leenged egy vödör mézet. És így megáll a vödör méz, így himbálódik előtted, megszagolod a legfinomabb illatú mézet. Itt a Lajos, a borházás Lajos barátunk, méz is, olyan mézet pörgetett tavaly, fogalma sincs, hogy mi volt az, de olyat érted, még nem kóstoltál, és megérzed az illatát, és így himbálódott, és belekajált, így kapaszkodott, és belekajált a mézbe, és azt mondja, wow, de élvezem, élvezni, milyen csodálatos élvezni. Csak közben, ha bírod egyáltalán tartani magad, akkor is az éjjelek és a nappalok, puf. És a garantált halál.
tehát a fehér patkány a nappal, a szürke patkány az éjszaka, és a garantált halál. Ha véletlenül mégis tudsz kapaszkodni a fűszálba, de így is úgy is, ha akárhogy is kapaszkodsz vele, és ragaszkodsz, vége, egy nap vége. Úgyhogy ez az a helyzet, amikor az ember el van a emberi kapcsolatokban, hogy itt most ki van hegyezve a házastársi kapcsolatra, hogy el vagyunk, kirándulgatunk, nevelgetjük a gyereket, ez illúzió. Kevés. Ugyanúgy, mint a anyagi barátság kevés. Elmegyek túrázgatni a barátaimmal, és mi értelme, hogyha az nem Krisnát jutatja eszünkbe, nem fokozza a vágyakozást Krisna iránt. Purandzsana király egyre nagyobb illúzióba került, és így annak ellenére, hogy fejlett tudattal rendelkezett, csupán naphosszat heverészet fejét felesége karjainak párnáján nyugtatva. A nőt tekintette életének és lelkének. Eluralkodott rajta a tudatlanság kötőereje, ezért nem érthette meg, mi az önmegvalósítás, kicsoda ő valójában, és ki az Istenség legfelsőbb személyisége. Ja, még egyszer, nem a nő a baj, hanem az a baj, hogy a nőbe menekülünk, vagy a férfiba, és ugyanígy az anyagi kapcsolatokba, a barátba, és telnek múlnak a napok. És nem inspirálunk arra, hogy foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok én, és ki Krisna. Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, akit nagyon sokféleképpen szerethetünk és szolgálhatunk, de legkevésbé a Brahman formájában. De a Brahman formájában is extázisba lehetünk tőle. Ugye, amikor jön egy vonat, ez egy külön rassza vonattal utazni. Nem tudom, hogy manapság szoktak az emberek vonattal utazni, mindig, ha sorompó vannak, látom a vonatot, néha az IC-n kettő ember utazik meg ilyenek. De így fehér szakállal elmutatom, de Indiában mai napig is az akkora rassza a vonatozás. Egyrészt az utazás az mindig egy lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy elkerülök az anyagból, valami történik, kimozdulok. És akkor várja az ember a vonatot. Az is egy rassza. Az is egy íz, amikor várjuk a vonatot. És akkor bemondják. Yeah. Bemondják, hogy jön a vonat. Bemondja Bhagavatam. Jön Krisna, van Krisna. Bemondják a hangot, bemondani. Ilyen és ilyen számú vonat egy óra hosszát késik. Most már automata mondja be Indiába. Aztán megint bemondják egy óra, hogy egy óra hosszát késik. Ez természetes. De mi várjuk. És hiszünk a hangos bemondónak, hogy jön a vonat. Hiszünk a Bhagavatamnak, jön Krisna. Sajnos egy óra hosszát késik Krisna, vagy még egy életet késik, bizonyos okoknál fogva, leginkább azért, mert én kések. Egyszer csak meglátjuk a fényt, mert már beesteledett. Meglátjuk a fényt. Egyetlen egy pontot látunk. És akkor az ember, ez lehet, hogy a vonat lesz? Nem, ez nem a vonat lesz. De mozog, ez az lesz. Nem, ez egy teherautó volt, ami pont arra ment, most ment át az út kell, a vasúti átkelőn. És aztán, hogy közelebb jön, ez egy vonat. Oké, ez a vonat, ez most már biztos, hogy a vonat. De átmegy vajon a másik vágányra, vagy ez a mi vonatunk lesz? És ugye ez a, amikor messzire látjuk a vonatot. De már úgy van kapcsolatunk a vonattal. És egyszer csak kirajzolódik teljesen, hogy ez egy vonat. Na most aztán pedig megáll, bejön az állomásra, és Indiában akkor aztán beindul az élet. Az egyik azt mondja, chai 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 ér, a másik azt pedig mungpali, chai 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 ér, mungpali, idli varadósa, ez így kínálgatják a dolgaikat a különféle árusok. És ilyenkor aztán látjuk a vonatot. Szemtől szembe ott a vonat. Ott a kapcsolat. Megnyilvánulnak a történetek. Érted? Jön egy idli. Az idli az a dél-indiai idli vada. A dél-indiai reggelik. Mint a kettő egészségtelen street food egyébként olajban sült fehér tészt. De mondjuk nem fehér, hanem rizs és dáltészta. Ilyen kerek fánk szerint. Belülüles. És akkor ilyen baromira csípős szabzsikkal vagy csatnikkal adják. Ugye, ez micsoda történet, micsoda rassza, hogy ő egyszer csak megjelenik, tartja a kezében, és akkor mondja, idli varadósa,
honnan jön el, micsoda történetek, és akkor kapcsolatba kerül különféle emberekkel, a rácson keresztül, a rácson az ablakon, beadja, kiadja a pénzt, beadja neki az idlibad a dósát, be van csomagolva egy újságpapírban, micsoda történetek. Ezek a történetek soha nem történhetnek meg, amíg csak egy fényt látunk. Ugye így, ilyen értelemben is, ugye, azt mondja Purandzsana, hogy ha el vagyunk, mint a befőtt, akkor nem érdekel bennünket az önmegvalósítás, nem tudjuk, hogy kicsoda ő valójában, ő, és ki a, nem tudja, ki ő maga valójában, és nem tudja, hogy ki az Istenség legfelsőbb személyisége. Aztán elkezdünk foglalkozni Istennel, és akkor jön ez a Brahman dolog. Nagyon populáris a Brahman dolog, mert Isten személyével nagyon nehéz bármit is kezdeni. Hogy lehetne személy? Minden, ami személy, az megszületik és meghal. Hát nézd meg, itt vagyunk. Személy. Nem lehet. Meg különben is az olyan fura lenne most, hogy ott a felhők fölött, vagy hol, meg minden. És egyszerűen ez a isteni aspektus, amire ne felejtsük el, hogy szükség van, tehát a Brahman az nem rossz. Tehát a jégre, gőzre, vízre mind szükség van. Nem mondhatjuk, hogy ó, minek a Brahman, tehát az, meg hogy a Brahman az rossz, meg aki a Brahmanban véli az Isten, az abszolútat megvalósítani, az nem jó. Soha. Tehát ez sértés. Ha azokról rossz véleménnyel vagy, akik a Brahmanban látják a legfelsőbb inspiráló aspektusát, akkor te aparádat követtél el, sértést követtél el. Mit mond Csétanya Mahaprabhu? Aki alázatosabb a fűnél, béketűrőbb a fánál, és minden tiszteletet megad másoknak, anélkül, hogy magának elvárná. Az méltó arra, hogy szüntelen zengek is lesz, hogy minden tiszteletet megad másoknak. Kivéve azokat, akik a Brahma... Nem mond, nem teszi hozzá. Másoknak, mindenkinek. Tehát az azt jelenti, még azoknak is, akik egyáltalán nem imádják Istent, meg még a Benji kutyának is. Benji kutya is beletartozik a másokba. Mindenki. Minden tiszteletet megad másoknak, és cserébe nem várjunk el semmit. Úgyhogy amíg távoli fényt látunk, aztán kirajzolódik a forma, látjuk, hogy ahol az tényleg vonat, hogy a Paramátma, és végül, amikor befut a vonat, akkor meg személyes kapcsolat, és jönnek a történetek. Mi a történet? Lila, isteni keftelés. Ezekbe szeretnénk részt venni. Mint néző? Wow. De ha egyszer odajön az idliárus, és engem fog megkínálni idlivel. Ha-ha-ha-ha. Boldogan beszél vele a pénzem is. Oké, nagyon csípős lesz először, de aztán megszokom. Azt mondja József Attila, hogy én már fiatal ember lettem, a boltba gyerek megy helyettem, de ha néki valami kéne a boltba, én futnék elérte. Fütyörészre a szép időben eserjön nélkül az esőben, a kocsi úton lenszaladnék, magamra kabátot se kapnék. Megválogatnám a portékát, ahhoz mennék ki olcsó bértát. És mielőtt akármit elhoznék, hosszan sokáig alkudoznék. És aztán, hogy néki odaadnám jó kedvét, meglátnám az arcán, szeme csillogna, megköszönné, mást nem is küldene a boltba többé. Vásárlás. Isten elküld engem vásárolni. És egyszer csak befut a vonat, és jön az idliárus, és én kapcsolatba kerülhetek vele. Befut a vonat, megjelenik Krisna. Fény, Paramátma, és egyszer csak befut, ott van előttem szemtől szembe, és vásárolhatok, azaz, kapcsolatba kerülhetek, szolgálhatok. Amikor én pénzt adok az idliárusnak, én szolgálom őt. Krisnával személyesen kapcsolatba kerülhetek. De ha nem kerülök személyesen kapcsolatba, akkor is leülök egy padra, és nézem. Idli vada dosa, csaj csaj csajér, nézem, és ott van a csáj, és önti ki, és gőzölök, hátról átsüt a nap. Gyönyörű. Ja, nem muszáj, még csak nem is muszáj neked személyesen részt venni. Ezek meg már különféle raszák Krisnával. van, aki kapja a csájt, van, aki meg nézi, de mindenki teljesen boldog és elégedett. Van, aki főzi a csájt, de a vonat az egy egység. Krisna, az Istenség legfelsőbb személyiség, az egy ilyen egység. És különféle módon kapcsolatba kerülhetünk vele. És ebből van a rasza. Ebből van a rassza. Bhágavatamból. És mindenből. A lomtalanításból rassza. Ha nincs benne rassza, minek? De rassza, ahhoz fohász kell. Ha nincs fohász, mi a mahamantra? Ledarálni a köröket, meg legyenek a körök. Mert azt mondtam, hogy ennyi kör, meg annyi kör. Meg azért, mert
mit szólnak mások. Nem, hogyha ha az én mahamantrám nem rasza, az őszintén szóval sértés. Ezt a szaduk erősítik meg, nem én találom ki. Ezért minél hamarabb legyen a mahamantránk zokogás és fohász, könyörgés és dicsőítés. Kedves Prachina Parishat király, Puranjana király így kéjjel és bűnös visszahatásokkal telt szívvel, az élet örömeit élvezte feleségével, és így új élete és fiatalsága egy fél pillanat alatt elszállt. Ugye, mikor halogatjuk a lelkéletet, hogy majd, most oké, most még egy picit még csavargok, most még egy picit sörözök a haverokkal, most még egy picit ez, picit az, picit még, most megszülettek a gyerekek, most elvegyük a feleségem, mert olyan jó, fú, hát nagyon jó ez az egész. És ez a halogatás, tehát úgy elillannak az évek, és így fehér szakállal, nem kívánom, hogy most legyen neked fehér szakállad, nem biztos, hogy jól állna mindenkinek, de fehér szakállal, mert tényleg a francba, ez tényleg ez. Tehát amikor emlékszem a Rózsika néni, mikor 82 éves volt, vagy valami olyasmi, 80 fölött volt már, és mondta, hogy mikor megáll, és csupa ráncos, egy gyönyörű öreg néni volt, és csupa ráncos volt az arca, és akkor úgy fölnézett, és mondta, hogy úgy elszállt ez az élet. Én még arra gondoltam, hogy tudom, akkor voltam 40, vagy nem tudom mennyi, és arra gondoltam, hogy hú, hát azért 80 év az hogy szállhatna csak úgy el. Hát azért mennyi mindent megélt. Második világháborút megélte, 56-ot megélte, hogy jön csak ugye, de igen, elszállt. És ugye, el vagyunk, mint a befőt, vesztegetjük az időnket. Miért? Nem kell vesztegetni. Most kell azt csinálni. Most kell a vonaton, és arra a vonatra fel is lehet szállni, ezt ne felejtsük el. Oké, hogy megjön a vonat, de felszállhatok rá, és mehetek Krisnával tovább. És aztán időnként megáll a vonat, és nem csájtárulnak azon a vonaton, meg illivadát, hanem azt mondják, hogy Simad Bhagavatam tanítása, gyertek! Másik azt mondja, hogy Bhagavad Gita tanítása, gyertek! És megy tovább Krisna vonata. És mind megáll, bizonyos, megáll. Itt a Barlang templomnál megállt, beharangozott a kagylókört, hallottad a vonat hangját, nem? Minden egyszeresen a kagylókört hangját vonat hangjának szoktuk gondolni, amikor megszólal. Megszólalt a vonat, megérkezett a vonat, és megjött az árus. Tudod ki az árus? Navadvipban Nityananda a szép nagy vásárt nyitott. Bűnös lelkek üdvét, szent neveket adott. Szép nagy vásárt. Ez egy vásár. Olyan vásár, ahol nem olyan gagyi dolog, hogy pénzzel fizetsz. A pénzért, hát elnézést kérek, de az csak papír. Tudnék asszociálni még másra is, de legyen csak elég ennyi, hogy papír. Ott nem pénzzel fizetsz ezen a vonaton, hanem könycseppekkel, esetleg izzadságcseppekkel egy ideig, amíg nem jelennek meg a könycseppek, de valami folyadékkel. Ó, Prajápati, Prachini Parishat király, Puranjana király ilyen formán 110 leányt is nemzett. Mindannyiukat épp oly dicsőség övezte, mint anyjukat és apjukat. Udvariasak voltak és nagylelkűek, és egyéb jó tulajdonságaik is jellemezték. Ezután Puranjana király, Panchala tartomány királya, hogy szaporítsa apja családjának utódait, fiait méltó feleségekkel házasította össze, és leányait is méltó kérőknek adta. Igen, hát ezek a gyönyörű idők, ami visszahozhatatlan. Ugye Prabhupád mondta, hogy a varnasram a darmát újra bevezetni. Nem tudom, hogy ezt sikerülni fogja Prabhupádnak, mert Prabhupád továbbra is dolgozik az ügyén. Ő elkezdte azt visszaállítani a varnasram darmát. Egyelőre utopisztikusnak tűnik. Ebben a demokratizálódott, ultraliberalizálódott világban. De mennyivel egyszerűbb volt az élet, akkor nem kellett azon gondolkodni, hogy ki lesz a férjem, meg ki lesz a feleségem. Egész gyerekkorunkat őszintén szólva végigkillottunk ezzel a gondolattal. Körülbelül 7 éves korunk óta, mindaddig, hogy meg nem házasodtuk, hogy ki lesz a feleségem, ki lesz a feleségem, jaj, ő nem, jaj, Jézus, vagy akárki, Krisztenem, ha vagy, adj nekem egy jó feleségem. Ezek voltak a gondolataink, próbálgattuk. Mennyi szenvedésen mentünk el, tatya világ. Aztán 7. korban a lányok elmentek kapartatni, mert keresték a férjüket. De ugye, ha ez a rendszer
De azt gondolom, ma Isten őriz. Isten őriz ma az, hogy a szülők, vagy akárki, még a guru is. Néha lehet így hallani, hogy a guru azt mondja, na jó, akkor ez a matacs meg az a összeházasodás. De azt gondolom, hogy ma ez nem releváns. Helyi időkörülmény. Lehet, hogy releváns lesz, hogy a Prabhupád kidolgozza teljesen, visszaállítom a varnasom a darmát, de egyelőre nem arra terít tart a világ is. Ahogy én tanultam a mestereimtől, hogy a guru hatóköre a grihasta küszöbénél megáll, odáig tart. Persze, beívhatják a gurut egy teára, vagy nem tudom, megrendégelni, vagy tanácsot kérni, vagy bármi, de igazából a guru a nem helyes, ha beleszól a házas ügyekbe. Persze, hogyha forszírozzuk, mester, vegyünk feleségül, vagy ne vegyünk feleségül. Ha nagyon forszírozod, akkor lehet, hogy elmondja a véleményét, de nem hiszem, hogy az helyes volna, hogy a guru döntse el, hogy ki legyen a te jövendőbelid. Ma, 2024-ben ezt gondolom, május, nem tudom, körülbelül 10-én. Lehet, hogy egy hónap múlva másképp gondolom, de ha megváltozik addig a világ. Sok-sok fia, mind 100 és 100 unokát nemzett, és így Pancsala város egész területét Puranjana király fiai és unokái árasztották el. Magyarázat. Emlékezzünk vissza, hogy Puranjana az élőlény, Pancsala városa pedig a test. Ugye? A jelképek. Tehát, hogy akkor itt minden egyes unoka jelkép. A test az élőlény tetteinek mezeje, ahogy a Bhagavad Gita írja, kshetra, kshetragya. Két összetevő van, az egyik az élőlény, a másik pedig az élőlény teste. Minden élőlény tudhatja, hogy egy kicsit elgondolkozik a test. Minden élőlény tudhatja, ha egy kicsit elgondolkodik a testen, hogy ez a test befedi őt. Ha egy kicsit meditál rajta, megértheti, hogy a test a tulajdona. Ezt a mindennapok tapasztalataira és a sásztrák hitelességére támaszkodva lehet megérteni. Igen, sásztrák hitelességére és a mindennapok tapasztalataira. Nagyon jó dolog csak, hogy elfogadni vakon, az is jó dolog. Ha nincs elég eszünk, akkor teljesen jó. De nagyon jó dolog, hogyha az értelmünkkel is megértjük, hogy mit miért. Néha az ember eltölt, rájön, hogy eltölt már 40 évet a bhakti gyakorlásában, és akkor a tulaszi cserje körbejárása, és akkor hirtelen megkérdezi valaki, hogy ti miért is járjátok körbe tulaszit? Nekünk az már olyan természetes, hogy ugye nekünk most itt nincs tulaszink egyelőre, még nem vállaljuk a kockázatot, hogy örülünk, hogyha mi nem fagyunk meg télen, nem mondjuk még a tulaszi. De szóval nekünk olyan természetessé válik, hogy tényleg egy rutin lesz, egy szokás lesz, ami nagyon veszélyes különben. És amikor hirtelen megkérdezik az új emberek, hogy fú, ti most egy növény az Isten, vagy miért járjátok ezt körben, beleborultok a növény előtt? És ez nagyon meredek különben embereknek, amikor először jönnek és azt látják, hogy buf, 20 felnőtt ember leborul egy növény előtt. És ha nem tudja az ember hirtelen elmagyarázni, hogy végül is miért is járjuk mi körbe, vagy mit is jelent ez pontosan, két összön azt mondja, élőlény és a test. Ja, tehát, hogy ott tartottunk, hogy megérteni. Tehát egy dolog, hogy a sásztrák ezt írják, de megérteni. Megérteni, azaz megvalósítani. Ezek a fiak és unokák valójában csak megfosztották Puranjana királyt a vagyonától, beleértve az otthonát, kincstárát, a szolgáit, a minisztereit, és minden mást is. Puranjana nagyon mélyen gyökerező ragaszkodás. Puranjanát nagyon mélyen gyökerező ragaszkodás fűzte mindenhez. Yeah. Van egy olyan illúziónk, hogy valamit megveszünk, azért, mert nekem szükségem van rá, és akkor azt mondjuk, hogy majd jó lesz a fiaimnak, meg majd jó lesz a unokáimnak. De most, hogy itt a lomtalanításnál eléggé világossá vált számunkra, hogy amit én őrizgettem egy életen keresztül, azt jön a következő.
az unokáim tudod, mit fognak csinálni? Ott fogják hagyni, úgy adják el a házat, hogy az összes ruháimmal, meg mindenemmel együtt. Úgy fogják eladni a házat. Amire én mind úgy vettem, költögettem a pénzt, dolgoztam, mint egy szamár, és akkor nekem szükségem volt rá, és arra gondoltam, hogy jó, majd ez jó lesz majd az utókornak. Puff, tűzbe dobják. Nárada a nagy bölcs így folytatta. Kedves Prachina Parishat királyom, akárcsak téged, Puranjana királyt is számtalan vágy ragadta el. Áldozatokkal imádta hát a félisteneket, az ősatyákat, a társadalom vezéreit. Ám áldozatai mind szörnyűek voltak, mert az állatölés vágya ösztönözte őket. Oké. Ez volt tehát ma Krisna üzenete számunkra. Ezeket a verseket kiabálta le nekünk kalauz formájában a Vrindavan Express nevezetű, van egy Radharani Express nevezetű vonat, ami Mathura és Vrindavan között közlekedik. Ez egy kis vasút. Radharani Express. Köszönöm. Úgyhogy mi ebben a Radharani Expressben szeretnénk jegyet vásárolni. Csak az a baj, hogy ez a Radharani Express az egy, nem csak hogy más országba megy, ahova vízunk kell, meg útlevél kell, hanem egy más univerzum helyett az anyagi világból a lelki világba. Ez egy nagyon hosszú vonatozás, de nagyon extatikus. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, online és offline, élőben, és utólag. És üzenjük a történészeknek, hogy ne ez a barlang alapján próbálják majd megítélni 2000 év múlva, hogy mit csináltak az emberek 2024-ből, hanem a Srimad Bhagavatamból, vagy a Bhagavad Gita-ból próbálják megérteni, hogy mit is akartunk így csinálni és mondani. Bármilyen kérdés, megjegyzés, észrevétel? Igen. Nekem csak az jutott eszembe a vonat hasonlatról, hogy a vonatnak is először a hangját halljuk. Aha, igen, a vonatnak is először a hangját halljuk. A hang. Hát mondjuk először a fényét látjuk. De amikor jön a hang, akkor az egy végső visszaigazolás. Halljuk az zakatolást, és halljuk a szívdobogást. A zakatolás a szívdobogás, vagy nem más, mint a maha mantra. A szívdobogást a maha mantra táplálja. A szívdobogás bemegy, a maha mantra bemegy a fülön, és amikor bemegy a fülön, akkor ugye automatikusan az idegpályán elmegy az agyig, felfogod, és akkor tudod, hogy ki akarod ejteni. Kiejted a mahamantrát, és visszamegy a fülbe. Ez volt a kis vérkör. Visszamegy a fülbe. És akkor már úgy megy vissza a fülbe, hogy elmegy a szívig. És a szívben az már rasza. Ha nem sértések nélkül zenik, az rasza. És a következő az már úgy megy, hogy a szívből jön rá a nyelvre. Mert ha rasza van, megveszed azt az idlit, vagy a dósát, vagy a teát, és amikor finom, akkor azt mondod, hogy muszáj megszólalni. Ó, de finom. Annak az értelmetlen, hogyha valami finom, és nem tudod valakivel megosztani. Finom, és azt mondod, hogy finom. Tehát megízleheted a maha mantrát a szívedbe, és finom, és azt mondod, hogy ez finom. De ezt úgy mondod, hogy finom, hogy megint kiejted a maha mantrát, és megy vissza a füledbe. És ha csak itt kering az agyban, az a kis vérkör, és az egy ideig működik, de minél előbb, hogy fog lekerülni a szívbe? Úgy fog lekerülni a szívbe, hogy sértések nélkül. Hogy fogunk sértések nélkül tudni? Fohásszal, könnyekkel. Ez csak izzadság, amíg itt megy. De amikor már itt megy, akkor az könycseppeken keresztül szűrődik, itatódik át. És aztán fogja majd mondani Chaitanya Charitamrita, hogy az Isten szeretet írjával bekent szemű bakták. Mi az Isten szeretet írja? Az, ami a szívből könycseppek kicsordulnak, az Isten szeretet írja. És ez a hang. Ugye 100%-osan tény, és hiszünk benne, hogy Krisna neve, formája, kisugárzása nem különbözhet. Ugye? Beszéltünk arról, hogy a Brahman minőségben ugyanaz, de ő Krisna, kisugárzásra. És Krisna kisugárzása és személye az egy. Szétválaszthatatlanok. Hasonlóan a neve is egy. Tehát ha valaki a Brahmanon meditál, oké. De mi a nevén meditálunk. Miért? Mert az írások azt mondták,
hogy ez egy olyan kor, amikor Krisna neve, nevének zengése különös saktival, különös hatékonysággal, különös energiával zenghető. Ettől függetlenül csináltunk tűzáldozatokat, csinálunk tűzáldozatokat, murti imádatot, sászrák tanulmányozását, odadószakat, mindent csinálunk. De a szent nevek zengése, Krisna szent neveinek zengése az, ami igazán tisztítja a szívünket. Amit kell. Az egész védikus irodalmat összefoglalják az Upanishadok. Ezt összefoglalja az összes Upanishadot, a Bhagavad Gita, és ezt az egészet, ugye a Vedanta, az egész védikus irodalmat összefoglalja Chaitanya Mahaprabhu 8 verszakban. Van egy barátom, akinek az a hobbija, vagy küldetése, vagy becsípődése, hogyha olvas egy könyvet, akkor azt mindig addig nem nyugszik, amíg össze nem tudja foglalni egy oldalba. Yeah. És a Simad Bhagavatammal is ezt csinálja, meg mindennel, az anyagi tudományokkal is. Őnek mindig jegyzetelt, ollózott. Tehát, hogy hát ahhoz azért kell egyfajta képesség is, meg rálátás is, hogy helyesen olloz. És mert azt mondja, hogy a mai korban az emberek nem fognak elolvasni, mit tudom én, ilyen vastagkönyvet arról, hogy hogyan süss kenyeret. Oké. Egy nagyon szűk réteg el fogja olvasni ilyen vastagkönyvet a kenyérsütésről, de azt ő átírja, azt a 400 oldalt átírja 20 oldalba, azt már többen el fogják olvasni, de még azt a 20 oldalt is nagyon sokan nem fogják, hagyjam, kenyeret akarok sütni. Itt van ez a 20 oldal, na melyikünk olvasná a 20 oldalt? Könyvsütés, kenyérsütésről. Megnéznénk egy egyperces videót, már ott tartunk. Szóval, hogy a 20 oldalast még egy egyoldalasba. Na most, ez az egyoldalas a Siksástakam. Chaitanya Mahaprabhu összefoglalt. Amikor olvassuk a Bhagavatamat, wow, ez benne van a Siksástakámban. Mi az, amit az elején zengtünk, a Chetodarpanam Arjanam. És ha szeretnél a Siksástakámba elmélni, akkor ajánlom a figyelmedbe az Aranyavatár című könyvünket. A webshopunkból megrendelhető. 1991-ben adtuk ki még Gurudev személyes gondozásában, és Sridhar Maharaj, Prabhupád közeli hittestvére, akire Prabhupád azt mondta, hogy Siksa Gurumnak tekintem, ez a Sridhar, és ez a Sridhar Maharaj, aki reménységet adott sok baktának, miután Prabhupád eltávozott. És ez a Sridhar Maharaj, aki úgy megvilágítja a védikus írásokat, ugye Prabhupád, Mikor fotózunk, vagy videózunk, ugye, akkor meg lehet világítani egy oldalról. De ha nincs egy másik derítő fény egy másik oldalról, akkor nem lesznek igazán jók a fények. Ez mondjuk nem egy jó példa, mert ahogy Prabhupád megvilágítja, az tökéletes és elegendő. De nagy segítség az, hogyha ahhoz még jön egy Sridhar Maharaj derítő fény. Sridhar Maharaj a derítő fény. És ezt ha a Siksástakamba el szeretnél mélyülni, és megérteni azt, hogy miért van az, hogy a Chaitanya Mahaprabhu 8, egyetlen hátrahagyott 8 verszakos műve, az tartalmaz az egész védikus irodalmat. Az összes Upanishadot, az összes Puránát, az egész Simad Bhagavatamot, az egész Chaitanya Charitamritát, mindent, Bhagavad Gitát is, akkor ezt a könyvet ajánlom, figyel meg az Aranyavatárt. Olyan, hogy nem fogod tudni letenni. És újra el kell olvasni. Nem is volna rossz egyébként csinálni egy videósorozatot a Siksástakáról. 8 részes sorozatot. Bármi egyéb, igen? Nekem az a kérdésem, hogy lehet az, hogy a Puranjana király ugye elment vadászni, elment bűnös tetteket végezni, de utána megbánta, hazament, könyörgött a tudatához, a tudata, hogy kitisztult, de akkor hogy lehet az, hogy rögtön utána megint, tehát kitisztult a tudata, az intelligenciája, az intelligenciájával kapcsolatba kerülve, hogy nem jobb felé ment? Hogy lehet az, hogy látjuk, hogy egyre inkább megint vissza került a... Ugye, megmondom, tehát nem pontosan emlékszem, hogy mi fog következni. Te emlékszel esetleg, hogy mi következik most? Hát a támadások az, hogy ugye jönnek a betegség, stb. Minden, mert ugye a testben levő lélekről van szó. Ja. Szóval minden esetre azt gondolom, hogy elment vadászni, visszakönyörögte magát a tudathoz, hogy egyesüljönek, és újra a tudat
egészséges volt, alkalmas volt arra, hogy egybe tartsa a testet a lélekkel, és ilyenkor, hogyha minden rendben van, akkor nagyon könnyű az embernek újra beleesni a csapdába. Tehát nem egyszer esünk bele a csapdába, nem kétszer, hanem más-más módon. Mert végül is mindegy, hogy hogy nem emlékezek Krisnára, majdnem mindegy, hogy hogy nem emlékezek Krisnára, úgy, hogy megcsalom a feleségem, vagy úgy, hogy vele gagyorászok a színes tévé előtt, nézve a dinasztiát. A színes tévé után a dinasztiára kellett jönni. Emlékszem, nemrégen láttam egy hirdetést, amikor kerestük a templomot, hogy nem tudom, ilyen lakás, bérbeadó, ingatlan hirdetések, akkor a színes tévével. Biztos, hogy ma már ilyen kifejezésünk nincs, hogy színes tévé, de nekünk még tudjuk, fehér szakállasok, és ilyenek, tudjuk, hogy mit jelent, ugye, amikor, hogy színes tévé. Úgyhogy most, amikor mondtam, hogy színes tévé, akkor ez jutott eszembe, elnézést, elterjedtem a témát, megint. De a lényeg az, hogy mindegy, hogy nem emlékezek Krisnára, hogy úgy, hogy elmegyek a kocsmába, és úgy nem emlékezek Krisnára, vagy a színes tévé előtt gagyorászva, békében a feleségemmel, úgy nem emlékezek Krisnára, és úgy nem szolgálom Krisnát, és úgy nem foglalkozom azzal, hogy hoppá, nem sokára meg fogok halni. Mi lesz vele? Mi lesz a szeretett feleségemmel? Köszönöm. Azért hozzátenem kiegészítésképpen, nem mindegy azért, hogy kocsmába megyek, vagy pedig gagyorászok a feleségemmel. A legfelsőbb szintről mindegy. Tehát ezzel nem azt akartam mondani, hogy akkor én voltam kocsmás. Mondta a feleségednek holnap, hogy na figyelj, nem nézem veled a színes tévét, megyek a kocsmába. Nem ezt akartam. Nem erre akartalak inspirálni, de Krisna szemszögéből, aki a stetoszkóp elől bujkál és mosolyog, neki mindegy végül is, hogy nem emlékezel rá. Ez se igaz. Ez se igaz teljesen, mert hamarabb fogsz rá talán emlékezni, hogyha egy becsületes ember vagy, és gagyorászol a feleségeddel a színes tévé előtt. Talán erről hamarabb jöhet el az a pillanat, de még ez sem biztos, mert aki még nagyon lent van. Na mindegy. Ne hogy úgy jöjjön ki, hogy propagálom a kocsmát. Nem ez a célom. Következő kérdés. Megjegyzés, észrevétel, ellenvetés. Hátra húzod egy szíves a mikrofon. Mire tankan nagyon bele. Húzd hátra. Ne úgy. Az egészet fog meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még egy picit hátrébb. Köszönöm. Gurudev Bhakti Abhinaya Maharaj egyetlen dala. Chaitanya Mahaprabhu 8 verszakot hagyott hátra. Gurudev Bhakti Abhinaya Maharaj egy dalt. Fohász a Vaisnavákhoz. A csillagok dala már a énekeik. És ezzel búcsúzunk. Gauravikor. Vaisnavák, Vaisnavák, kedjetek, kedkézem. Vaisnavák, Vaisnavák, kedjetek, kedkézem. Segítsetek nekem a jó útra. Segítsetek nekem a jó útra télem, a jó útra télem feloldani létkem. Krisna szolgálatát óhajtom már igen. Szívem nem visz
Gurudeva ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Narada Muni ki jai, Gaur Nitaya ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.